Az eurozónában 10% alá csökkent az infláció decemberben. Ennek az az oka, hogy csökkentek az energiaárak. Az Eurostat, az Uniós Statisztikai Hivatala pénteken közzétett adatai szerint decemberben 9,2%-os volt az átlagos infláció az eurozónában, az előző év decemberéhez képest. Trendfordulót látunk az inflációban, és én nagy valószínűséget adok annak, hogy az infláció tovább fog csökkenni 2023-ban. Ennek az az oka, hogy csökkennek az energiaárak. Ebből az következik, hogy a cégek és a boltok költségei is csökkennek majd, vagyis nem lesz rajtuk akkora nyomás, hogy árat emeljenek. Másrészt a bérek kevésbé emelkedtek, mint az árak, vagyis a vásárlók visszafogták a költéseiket, kevesebb terméket és szolgáltatást vásárolnak, mondta Darvas Zsolt, a Brüggel Intézet elemzője. Az infláció már a háború előtt emelkedni kezdett, de az orosz invázió miatt kilőttek az energiaárak. Jelenleg is az energia az infláció fő mozgatója. Az energiaköltségek azonban jelentősen mérséklődtek novemberről decemberre, ha az egyéves adatokat nézzük. Az élelmiszerek esetében kismértékű korrekció történt. Az eurozónában a legalacsonyabb Spanyolországban volt az infláció 5,6%-kal, míg továbbra is a balti államokban a legmagasabb, Lettországban 20,7%, Litvániában pedig 20%-os.